Szalagátvágás Gyulaházán több mint 2,2 milliárd forintos közfoglalkoztatási beruházást adtak át a településen. A 8000 négyzetméteres növényház és a hozzátartozó több mint 1000 négyzetméteres kiszolgáló csarnoka a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával épült. A fóliaház mikroklímáját számítógép vezérli, fűtését biomassa tüzelésű rendszer biztosítja. A fenntarthatóságot napelemek és a csapadékvíz felhasználása is növeli. A növényházban egy termelési ciklusban 150 tonna uborkát tudnak majd betakarítani, amelynek értékesítéséhez partnert is talált az önkormányzat. Ez a településnek egy óriási lehetőséget jelent, hiszen maga a beruházás értékéből is látszik, hogy ez egy gigahatalmas beruházás, milliárdos beruházás, sőt nem is egymilliárdos beruházás. Mi bízunk benne, hogy ezt a lehetőséget, amit biztosított számunkra a belügyminisztérium, ezáltal a program által, ezáltal a projekt által, mi ezzel fogunk tudni élni, hiszen jelen pillanatban semmilyen gazdasági bázisunk, semmilyen hátterünk nincs. Ezzel azon túl, hogy 12-13-14 embernek piaci kenyeret, piaci körülmények között tudunk majd munkabért biztosítani. Azon túlmenően remélünk belőle azért egy kis hasznot, ami az önkormányzat működésébe fogunk tudni beforgatni. Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint ez a fejlesztés lehetőség és felelősség is egyben, melynek piaci alapon működő beruházássá kell válnia. A fóliaház pedig hozzájárul a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez is. A térségnek ez óriási lépés, hiszen önerőből ilyet megvalósítani nem tudott volna, és egyelőre külső vállalkozó piac alapon meg nem tervezett ilyet. Aki ide bejön, látja, hogy több mint 8000 négyzetméter fóliasátor, 21. század szerinti technika, így kell ezt csinálni. Román István főispán elmondta, számos nehézségbe ütköztek a beruházás megvalósításán dolgozó szakemberek. A pandémia és a háborús helyzet is hozzájárult a kivitelezés késéséhez. A főispán kitért arra is, a kormány közfoglalkoztatási programja számos eredményt és értéket teremtett a vármegyében. Ennek egyik kiemelkedő példája ez a beruházás. Az elmúlt éveket, ha végignézzük, és akik itt élünk a vármegyében, azt láthatjuk és elmondhatjuk, hogy bizony ezeknek a forrásoknak számtalan eredménye és számtalan értéke teremtődött meg itt a megyében. A közfoglalkoztatásnak is köszönhetően településeink sorra újulhattak meg. Nagyon sok olyan embernek, aki számára a munkaerőpiac elérhetetlennek tűnt, munkát tudtunk adni a közfoglalkoztatáson keresztül, és ami egy óriási sikerélmény, az pedig az, hogy a közfoglalkoztatás az valóban jelentette egy átmenetet, mert a foglalkoztatás, közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra, az elsődleges munkaerőpiacra több tízezer ember jutott át az elmúlt években. Ez a legnagyobb közfoglalkoztatási beruházás 2011 óta, mondta Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. A kormány még 2019-ben döntött a gazdaságélénkítő program elindításáról. Hosszas előkészületek után több mint 3000-ről 445-re szűkült a potenciális kedvezményezettek száma. Végül három körben 93 település, köztük Gyulaháza jutott támogatáshoz. Megnéztük azt, hogy milyen közfoglalkoztatási programjaink vannak, mert első körben azt gondolom, hogy azon próbáltunk meg építkezni, de új elképzeléseket is befogadtunk. Hát Gyulaháza és ez a vidék, nyilván Szabolcs-Határbereg megye, ez mezőgazdasági termelésben mindig is egy erős megye volt, és ugye megnéztük azt, hogy hol vannak olyan hiátusok, ahol a helybeli foglalkoztatást tudjuk mi fejleszteni, és helyben tudunk az embereknek munkát biztosítani. És megnéztük azt is, hogy mely településeken legnagyobb a tartós munkanélkülieknek az aránya, így esett a választás Gyulaháza településre. A fóliaházban úgynevezett hidrokultúrás növénytermesztés zajlik, melynek lényege, hogy a növények termesztése független a talajtól, a gyökérzet ugyanis egy mesterséges közegben fejlődik. Ez ebben az esetben kókuszrostból áll. Idén két termelési ciklusban mintegy 300 tonna zöldséggel számol az önkormányzat. Az innovatív megoldásoknak köszönhetően azonban jövőre már három ciklusban mintegy 450 tonna uborka betakarításával tervez a község vezetése.